József Attila, tudod, hogy nincs bocsánat, versével kezdődött a fesztivál. Iszonyatosan féltem, amikor így megtudtam, hogy én megyek először, de egyébként jó így letudni eleinte. Kellett egy pár hét, mire rendesen megtanultam az előadásmódot is, de amúgy jó volt, élveztem. A 6. osztályos Bence Bálint a tavalyi megmérettetésen első helyezést ért el. Ahogy elhallgatva a többieket, úgy egy helyezést azt úgy elfogadnak, vagy hát úgy gondolkodok, hogy hátha. Idén a fiatalember választása Petőfi Sándortól a Pató Pál úrra esett a papája miatt. Ugye arra utal, hogy Pató Pál úr milyen hanyag, hogy olyan igazi magyar, hogy ő mindenre, majd úgy később, ráérünk arra még. Igazából ennyi. Juhász Magda álomhajóját is hallhattuk egy másodikos diáklány előadásában. Azért ezt választotta, mert nagyon szereti a kalózokat. Egy éjjel kalózok támadtak rám, de persze kéznél volt a paritjám. Ettől a sok zsivány úgy megijedt, elúsztak és szabad lett egy sziget. A nyugdíjas iskolaigazgató először volt tagja a zsűrinek. Költészetnapja alkalmából most már 15. alkalommal tartja meg a város, illetve a művelődési ház ezt a versmondó fesztivált, ami egy nagyon-nagyon szép hagyomány, és nagy-nagy öröm tölti el, azt hiszem, a pedagógusokat és a háznak a dolgozóit is, hogy nagyon sok gyerek jelentkezik. Úgyhogy örömmel fogadtuk, és örömmel láttuk, hogy ilyen sokan jelentkeztek a mai alkalomra is. Az idei alkalommal volt a legnépesebb a jelentkezők száma. Hát tulajdonképpen a versválasztás az első szempont, hogy a gyermek életkorának, fejlettségi szintjének, az egyéniségének megfelelő verset válasszon, és az eddig hallottak alapján azt kell mondjam, hogy tökéletes választás volt mindegyik. Tehát a zsűri minden egyes tagja erre a maximális 3 pontot adta, hiszen nagyon jól választottak a gyerekek. Úgy gondoljuk, hogy ez az életkori sajátosságaiknak tökéletesen megfelel, és hát valóban nagyon igyekeztek, és nagyon ügyesek voltak. Nyilván a következő szempont az a művészi megjelenítés, ami ugye jelenti a hangsúlyozást, hogy nem csak elmondom a verset, eldarálom, hanem szépen hangsúlyozok, odafigyelek arra, hogy a tartalmat megfelelő módon kifejezze. A művészi teljesítmény lenne a következő, hát talán ebben még kevésbé gyakorlottak a gyerekek, de az előző kicsi lányt látva, hát úgy gondolom, hogy van, aki másodikosként úgy megvalósítja ezt a művészeti teljesítményt, ahogy még a nagyok sem biztos, hogy tudják. A 3-tagú zsűrinek komoly feladatot jelentett kiválasztani a 68 előadóból a legjobbakat. Érzék is kell hozzá, megindítatás, tehát úgy látom, hogy azért nagyon-nagyon sok gyerekben megvan ez, és annak örülök, hogy nem sikerült még belőlük kiölni ezt a vers iránti szeretetet, ami egy óriási csoda.